Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mit fog tenni? Milyen lépéseket tesz a közeli jövőben? Ezt a jóslást mutatom most nektek. Ezek a virágos kártyák az én kártyáim, nagyon büszke vagyok rá, és úgy örülök vele dolgozni. Összesen 110 kártya, mutatom a csomagolást is, és nagyon-nagyon jó vele jóslásokat tenni. És a kérdés most az volt, hogy mit fog tenni. A jelenlegi helyzetét ez a virág mutatja itt középen, és ez azt jelenti, ő elbúcsúzik most valamitől, vagy ő elbúcsúzik most valakitől. Lezár témákat, vagy felszabadul a félelmei fölött, vagy lezár kapcsolatokat. Ki vagy mi hat rá a jelen pillanatban? Van-e valami vagy valaki, aki hatással van rá, vagy befolyásolja őt a döntéseinél? Ezt mutatja itt ez a növény, és ez az édes anyát szimbolizálja. Az lehet, hogy az anyukája beleavatkozik az eseményekbe, vagy ő most visszahúzódik az anyukájától, mert ő nem akarja, hogy ő a véleményét mondja. Az is lehet, hogy emlékei vannak, mert ő el kellett, hogy búcsúzzon az anyukájától, és vannak ezek a gyermekkori emlékek, és befolyásolja most az ő helyzetét, vagy az ő érzéseit. De az is lehet, hogy valakitől elbúcsúzik, és ez a hölgy egy anyuka, az lehet a volt feleség is. Eddig megnéztük az ő terveit, gondolatait, azt is ki vagy mi befolyásolja őt. A következő kérdés nagyon fontos, mit fog tenni? Ezt mutatja itt ez a növény, és azt jelenti, hogy ő megbánt valamit. Lehet, hogy furcsán viselkedett veletek, vagy rossz döntéseket hozott, és ez, amit ő megbánt, de mivel ezek nem csak a gondolatai, hanem a tettei, ez azt jelenti, ezt fogja veletek közölni. És hogy viselkedjetek ti, vagy mit mondjatok neki, mi várható kettőtök között, ezt mutatja itt ez a kártya, és ez azt jelenti, hogy ti mesterségesen fogtok uralkodni az események fölött. Sokat tanultatok a múltban, és ez most nagyon hasznos lesz. És ez volt ez a rövid jóslás, mit fog tenni. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!